Lázok Jánossal beszélgetek a haladás mérkőzést követően. Hát azt hiszem, hogy egy új csapatnál ennél jobb bemutatkozást nehéz elképzelni, nem? Igen, így van, hogy örülök nagyon, hogy jól mutatkoztam be, ugye gólt meg gólpasszt is adtam, úgymond, és nem ment rosszul a játék, de szerintem lesz ez sokkal jobb, így mond, nem vagyok még teljes mértékben játékban. Biztos vagyok benne, hogy ennél még sokkal jobban is tudok játszani, de az volt a fontos, hogy 3 pontot szereztünk, és a csapatról egy kicsit levettük a terhet, mert ahogy én ide jöttem, én úgy érzem, hogy egy kicsit görcsös volt a társaság, és úgy, hogy új edzőnk jött, meg én is itt vagyok, meg jön még egy új játékos, ugye a Buri Gabi, és így teljes másképp fogunk felkészülni a Siófok ellen. Hát életveszély volt azért ez a mérkőzés, főleg mondjuk, hogy az első negyed óra 20 percben, nem? Tehát akkor lássuk be, hogy akár több gólt is szerezhetett volna a Ladás. Így van, a Haladás egy nagyon jó csapat, azért technikás játékosok vannak, és nem véletlenül vannak ott a tabellán, de én még mindig azt mondom, hogy tényleg úgy néztünk az első 20 percben, hogy teljesen nincs önbizalmunk, és akkor szakadt át ez a gát, amikor végül is én megrúgtam a gólt, és onnantól kezdve, mintha tényleg nem lennének ezek az X-ek, vereségek, és tényleg úgy játszottunk, ahogy ez a csapathoz illik. Hát Szivics edzővel egy napon érkeztél. Azért azt gondolom, hogy az, hogy egy csapathoz érkezik egy új játékos, és 2 nap után benne van a kezdőben, azért az figyelemre méltó dolog, nem? Te ezt hogy látod? Igen, köszönöm szépen az új vezetőedzőnknek. Minden játékosnak önbizalomra van szükség, különösen most nekem, mert ugyebár Németországban nem nagyon játszottam, visszajöttem az MTK-ba, ugye játszogattam, de én is olyan játékos vagyok, aki az önbizalmat, ha megkapja, biztos meg fogja hálálni. És nagyon örülök, hogy egy nagyon jó edző jött ide hozzánk, ugye Magyarországon már sokat letett az asztalra, és ugyebár nagyon technikás focit is szeret, szóval támadó futballt erőlt. Jó. Hát most 2 hét pihenés következik, ráadásul győzelemmel térhetünk erre a 2 hét pihenőre. Azt hiszem lesz idő a megnyugásra, és lesz idő a csapatépítésre. Hogy látod a jövőnket? Így 3-4 nap után, amit Pakson töltöttél. Különösképpen 3-4 nap után nem tudok nagy dolgokat mondani, de biztos vagyok benne, nem véletlenül lett a Paks annó második, és személy szerint láttam a Vasas, amikor a Vasasba játszottam, hogy milyen futballra képes ez a társaság, és nem nagy mozgás volt. Én mindenféleképpen azt mondom, hogy nagyon jó játékosok vannak itt, és egy ilyen jó edzővel akár oda az élmezőny elejére fel tudunk kapaszkodni, akkor azt szerintem nem lenne senkinek meglepetés. De van most ez a 2 hét, mindig a következő meccsre koncentráljunk, nem mondjunk nagy dolgokat, és dolgozni, és szerintem meg lesz a gyümölcse. Hát köszönöm szépen, és gratulálok a bemutatkozásra. Köszönöm.